Átvágták a nemzeti színű szalagot a felújított tündérkert bölcsöde bejáratánál. Az intézményt közel 120 millió forintból tették 21. századivá. Már nagyon régóta vártuk ezt az alkalmat, végül egy régi vágyunk teljesült ezzel, hogy igazán egy korszerű 21. századi bölcsödét kaphattunk. Teljesen megújultak az utak, új parkolók létesültek, aszfaltozás történt, az egész járdaszakosz megújították, parkosítás. Az udvari játszóterünk teljesen új lett, mindennel felújult, úgyhogy a rendeletnek megfelelő játszótéri eszközökkel bővültünk, illetve a mobil játékfejlesztő eszközök is jöttek a kültérre a gyermekeknek a számára, valamint teljes belső festésen estünk át. Nem csak megújult, bővült is a bölcsöde, így az eddigi 72 férőhely mellé újabb 12 gyermeket tudnak fogadni. Egy új szárny is létesült mondhatni, azt tervezte az önkormányzat, hogy szeretnénk kielégíteni a szülő igényeket. Eddig 6 csoporttal működtünk 72 férőhelyen, most szeretnénk, hogyha a bölcsöde egy újabb csoporttal bővülne, ez 12 fő számára tenné lehetővé a bölcsödé bejárást, és amit mögöttünk található pavilon rész, ez kerül teljes egészében felújításra, és ide várunk majd az újonnan érkező plusz 12 kis bölcsödésünket, és amit nagyon fontos, és szeretnék itt megemlíteni, hogy most kit bővült az ellátási terület, és már nem csak a dombovári közigazgatása alá tartozó kisgyermekeket várjuk, hanem a járásba tartozó 15 település kisgyermekeit is sok szeretettel várjuk szeptembertől is tudjuk fogadni. Imájon a teljesen megújult játékkészletünkkel, teljesen felújított csoportszobákkal, új korszerű bútorzattal. A tündérkert bölcsöde április 4-én tart nyílt napot, ahol minden érdeklődőt szeretettel várnak délután 4 órától. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen, aki elmondta, már érezni lehet a kormány családpolitikájának az eredményét. Két nagy beruházás átadása történt meg ma Dombováron. Egyrészt a százszor szép óvodának a tündérkert bölcsödéje újulhatott meg 110 millió forintból, 14 millió forintot támogatott itt az önkormányzat, és 96 millió forintos összeget kaptak a kormánytól a bölcsödei felújításra. Örülünk annak, hogy ilyen szép minőségben készült el a bölcsöde, illetve az óvoda, és ahogy látható, hogy újabb parkolók épültek, illetve meg felújították az utat is, játszóteret is sikerült felújítani, illetve teljesen új játszótér került kialakításra. Ezáltal reméljük azt, hogy a gyerekek még jobban érzik magukat ebben az intézményben, és sokkal szívesebben szeretnek bölcsödébe, illetve óvodába járni. Azt tapasztaljuk itt Dombováron is, csak úgy, mint az ország más területein, hogy a család támogatási rendszernek, illetve a kormány családbarát politikájának köszönhetően egyre több gyermek születik, és így egyre nagyobb az igény a bölcsödékre, illetve egyre több helyen több óvodai csoporttal bővülnek az intézmények. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere úgy fogalmazott, régi tervük volt az intézmény felújítása. A régi bölcsödénket volt szerencsénk felújítani. 2020 októberében döntött ugye a testület, hogy az igényeknek megfelelően bővítünk egy csoportszobával. 2021-ben megnyílt a lehetőség, és beadtuk a pályázatunkat. Ennek mentén 96 millió forint állami forrást nyertünk hozzá. Tervek szerint 14 millió saját forrással egészítettük volna ki. Sajnos itt az építőipari anyagárak emelkedése miatt ez 24 millió forint lett, de azt gondolom, hogy megérte, hiszen a város jövője azon múlik, hogy a szülőket ki tudjuk-e szolgálni, jól érzik-e magukat, és szeretnének Dombáron családot alapítani. Mindent elkövetünk azért, hogy a dombári fiatalok úgy gondolják, hogy érdemes Dombáron maradni, érdemes családot alapítani. Ezért újítottuk fel most ezt a bölcsődét, és bővítjük a kapacitását, és nyilván természetesen párhuzamosan újítjuk fel az óvodáinkat is. Nem csak a város vezetése látja indokoltnak a nevelési intézmények felújítását és kibővítését. Nemrég a Pécsi Egyházmegye is megvásárolt egy telket Dombováron, ahol a tervek szerint óvodát építenek majd. Azt gondolom, hogy lesz rá igény, hiszen a bölcsődében már látjuk azt a dinamikát, amelynek mentén a születések száma emelkedik Dombováron. Ezek a gyerekek valamikor meg fognak oda érkezni. Természetesen már említettem a köszöntőmbe is, hogy most Dombáron legdinamikusabban fejlődő fiatal város részében vagyunk, hiszen a természetes fluktuáció mentén az elmúlt években több fiatal döntött úgy, hogy új Dombáron vásárolházat újítja fel, illetve az önkormányzatra egy újabb kihívás árult azáltal, hogy 3 darab utca nyitásáról is döntöttünk, amelynek közeljövőben elkezdjük az infrastruktúrális fejlesztését. Ezek mellett az általános iskolákról sem feledkeznek meg a településen. A József Attila általános iskolát 260 millió forintból újították fel.
Azt gondolom, hogy a bölcsödétől az általános iskolai vezető út nagyon fontos, hogy helyben tudják eltölteni. A középiskola választásában csak reménykedni tudunk, de azt gondolom, hogy a 14-15 éves fiatalok, ha máshova is mennek el, az a 14 év elég volt arra, hogy megfertőzzük őket és visszatérjenek Dombóvárra.